Tiszta fehérben látjuk majd a vendég Győri Etót és kék-pirosban a Nyíregyháza együttesét. Fodor próbálja testtel elnyomni Priskin, nem egyszerű, nem is sikerült. Dinnyár adhatja be középre, nem rossz a labda, Pátkai fejjel! Rudolf nagyszerűen küldte előre külsővel. Sikerült birtokba is venni, gyönyörű támadás, és egyszerűen hagyja pattogni a labdást Restig. Még így is jó Priskinnek. Rudolf, aki indította, befejezi egy óriási góllal. Vezet a Győri Eto. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy oda lehetőség. Priskin tovább tolja a labdát. Rudolf pedig fölvarja Balog feje fölé. Marek Restig szépen fordul kapu felé. Restig elnyomni sem lehet. Micsoda szóló, és leveszik a lábáról a labdát lövés helyett. És már Bajzát is beáll a sorba. 18. perc, Törtei íveli a labdát. Jó az a hosszún, és megvan az egyenlítés, Pákolic! Az első kapura lövéséből rögtön egyenlít a Nyíregyháza. Pekár, Windecker szerelte, és Windecker azonnal indítja Rudolfot. Érdemes megnézni, hogy labdaszerzések után Rudolf mindig úgy helyezkedik, hogy megjátszható. Befelé jön, és lő mellé, de gól! Azt akartam mondani, hogy mellé nyúlt Balog, de a labda bent van, ez nem kérdés. Egy újabb Rudolf találat. A labdaszerzés után elindítják Rudolfot, mint ezt már harmadszor, negyedszer is láttuk, és Rudolf egy csel után befejezi egyedül. Nyugodtan fölhozhatta idáig. Priskin fejére teszi, mellé a fejes. Majdnem rárukta a harmadikat a másodikra a Győr. Na most Pekár. Svec mellett le tudja vinni, be is tudja adni, a kapufáról jön vissza a labdája. Mindenkit, és a mindenki közül is leginkább Pogačić Krisztián meglepve. Törtei egészen rekordtánik hátrál vissza a szöglet előtt. Átküldi a hosszúra, ez megint bejött. A fejes éppen hogy elkerülte a kaput. Harmadik perc a második fél időben, nagyon sűrű ott a mezőny, Ovsienko. Mellé szaladt. Nagyon Ovsienko, aztán csak üldözi a labdát, ami a kapufáról jön le. Priskin fogja a fejét. Ovsienko komoly üldöző versenybe bonyolódott most a labdával. Egyszer sem érte ott utol, és egyszer sem volt ott, ahol épp a labda. 5 perc játék után a második félidőben Törtei. Pekár el is ment onnan. Törtei kapura lövi. Nagyszerű volt. Mint hogy Pogačić Krisztián védése is, aki leért a bal alsó sarokhoz. Priskin kilép, Priskin, 3-1, ezt összehozta a Nyíregyháza védelme. Hárman voltak ott Priskin Tamásra, de nem tudták őt kizárni, nem tudták távol tartani a labdától. Berúgta a ház ajtaját Priskin, és aztán elhelyezte külsővel Ovsienko mellett. Fodor szépen. Nagy Zoltán, lágyan alányult, Bajzát befordul, hagyják, hogy lőjön. Az első komoly kísérlete ez volt Bajzát Péternek, 55 percet kellett rá várni. Ez jó kis labdának tűnik, Rudolf próbálja átvenni, Rudolfnál van! És hamarabb is ért oda, mint Ovsienko. Pákolic, Bajzát, remek lövés! Balla ráadásul, 2-3! Pákolic készíti le neki, akinek így van gólja mellett egy gólpassza is. És ballal egyből vissza a hosszú sarokba. Nagyszerűen talált el Bajzát Péter. Fodor föl a levegőbe. Aztán Koltaitól már Rudolf. Kvilitájá készíti le. Szép labda Rudolf és Ovsienko. Megmaradnak az izgalmak az utolsó 5 percre. Ezt is jelenti többek közt a cserekapus védése. Rudolf. Még Varga Rolandot beküldi majd Horváth Ferenc az utolsó pár percre. Rudolf Gergely, Ovsienko üti a labdáját. Pátkai átnyesi a hosszúra, szép labda volt. Visszafejeli, Koltai jön, Ovsienko.
A harmadik védéseből kettő, óriási bravúr. Kapáslevés, megint Ovsienko! Nyer a Győr Nyíregyházán 3-2-re.